Külső és belső védelmi gyakorlatot tartottak a Borsodkem területén október 15-én. A bemutatót az Országos Katasztrófa Védelmi Igazgatóság, Kazincbarcikai Kirendeltsége, a helyi tűzoltóság és a mentőszolgálat tartotta. A gyakorlat céljáról, az együttműködő szervek közös munkájáról Szentkirályi Lászlót, a Kazincbarcikai Katasztrófa Védelmi Kirendeltség vezetőjét kérdeztük. Gyakorlatilag a Borsodkemben a Klór Tartályparknál feltételeztünk egy eseményt, ami belső védelmi tervgyakorlat került végrehajtásra. Ehhez kapcsolódóan a Sajó-Szentpéteren, Berentén és Kazincbarcikán külső védelmi tervgyakorlatot hajtunk végre. A cél pedig az, hogy ha egy bármilyen eseménybe következik, azt tudjuk kezelni egyrészt az üzemen belül, tudja az üzemi tűzoltóság, valamint a hivatásos tűzoltóság beavatkozó egységei, amit láthattuk itt is az együttműködés fontosságát, tehát ők jól tudjanak együtt dolgozni, tudják kezelni, amennyiben pedig ez nem sikerül rövid időn belül elhárítani, akkor a település vezetői törzse tudja kezelni azt az eseménysort, ami ezután következik. Mire gondolok? Lakosságvédelmi intézkedésekre van-e szükség? Tájékoztatni kell a lakosságot. Együtt kell kezelni az eseményt, ezek a gyakorlatok arra valók, hogy ez minél csiszoltabban, összehangoltabban működjön. Hogyan értékeli a közös együttműködést? Egyre jobb, hiszen 4 évvel ezelőtt alakult meg a katasztrófavédelmi jelenlegi szervezetében, és 4 éve került a hivatásos tűzoltóság felügyelete alá Borsodkem létesítmény tűzoltóság. Addig nem igazán voltak közös gyakorlataink. Most egyre több közös gyakorlatot tartunk. Úgy látom, hogy nagyon sokat fejlődtek. A két tűzoltásvezető, illetve a kárhelyi parancsnok együtt mozog, együtt hozza meg a döntéseket, amelyek szükségesek, és a két egység jól tud együtt működni. A szimulált vészhelyzeti bemutatón részt vett a Kazincbarcikai Járási Hivatal vezetője Szaniszló János, valamint Berente és Kazincbarcika önkormányzatának képviselői. Én itt, mint a helyi védelmi bizottság elnökeként képviselem a Kazincbarcikai járás területén működő helyi védelmi bizottságot. Mi a mai nap programja? Több helyszínen egy esetleges katasztrófa helyzetet szimulálva gyakorlatozás van folyamatban több helyen. A legnagyobb most Borsodkem területén egy előidézett katasztrófa helyzetnek a mentesítési, elzárási, illetve kármentési gyakorlat elemeit gyakorolták részben a helyi Borsodkemben található védelmi létesítményi tűzoltó katasztrófavédelmi szakemberek, illetve Kazincbarcika város, illetve a Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség barcikai tűzoltóságának a szakemberei a mentőszolgálattal és a rendőrséggel karöltve.